Sziasztok! Ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Tudás Én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy úgy néz ki, a kínaiaknak nem jött össze a terve, mi szerint szerették volna, hogyha a Bitcoin bebukik, és mindent megtettek ismételten, ugye az ügy érdekében, de úgy néz ki, hm, ismételten nem jött össze. Aztán a második hír arról szól majd, hogy az Ethereumnak egymás után 12 napon keresztül volt zöld gyertyája, és ez egy újabb rekord, és vajon ugye ez minek köszönhető, holnap jön a London Hard Fork, be van -e ez már árazva, na beszéljünk erről majd egy kicsit. A harmadik hír pedig nem más, mint a Mastercard nevéhez fűződik, akik ö, azt mondták, hogy bizony, terveznek a kriptovalutákkal, a stablecoinokkal, és természetesen a CBDC-kkel, ugye a központi bank által kibocsátott digitális valuták, tehát mind háromban szeretnének abszolút részt venni. Nos, ezekről lesz szó a mai videóban, és persze hozom majd a kérdéseket és azokra a válaszokat a videó második felében. Ha pedig még nem iratkoztál fel erre a csatornára, de érdekelnek a legfrissebb kriptolóta és blokklánc hírek, akkor itt a lehetőség. Ugyanis én minden hétköznap hozom neked a legfrissebb kriptó és blokkánc híreket, és ezzel a csatornával, a Blockchain Bloom Hangerivel te egyszerűen napra kész lehetsz, ami szerintem az egyik legfontosabb dolog ezen a területen, hiszen barom gyorsan változik. Nem kell más tenned. Feliratkozó gomb, csengettyű és összes ez a sorrend. Ezeket szépen megnyomogatod, és már is mennek az értesítések, ahogy fölkerül egy új videó, és mint mondtam, minden hétköznap teszem fel ezeket. Ha még több infórája vársz, vágysz, szeretnél ugye tényleg aktívan részt venni ebben a piacban, nem csak ugye külső szemlélőként figyelni, akkor plusz tartalmakat is biztosítok neked. A Patreon csoportban a linkjét megtalálod Patreon, ugye így magyarosan, fonetikusan, itt a videó alatt, és bizony ott megtalálsz altcoin elemzéseket, heti elemzéseket, oktató videókat, több mint 50, tudom, 55 videó van most már fönt, több mint 14 órányi, 15 órányi anyag, tehát tényleg rengeteg minden, és igazából egy nagyon kedvező feltétellel, ugyanis nagyjából, hogy a VIP tagságot választod, ugye ami e, azt jelenti, hogy minden infohoz hozzáférsz, az nem több, mint 600 forint per nap plusz áfa. Tehát 50 euró plusz áfa attól függ, hogy melyik e, országból e, ugye csatlakozol, annak az áfáját kell ugye, ennek megfelelően megfizetni, nyilván az abszolút nem érkezik be hozzám, tehát az 50 euróra van szó, ami egyébként nagyjából 600 forint per nap. Olyan sok embert ismerek, aki cigarettára, italra, kávéra és még sorolhatnám, mire költ sokkal többet napi szinten, és ez pedig arról szól, hogy tudjál még több dolgot kiszedni a kriptoval. Tehát konkrétan ez egy befektetés, ott meg csak úszik el lényegében a pénzed, és ugye a jó hír az, hogy bármikor le lehet iratkozni. Tehát, ha kicsit is úgy gondolod, egy hónapig kipróbáltam, vagy két hónapig, ahogy éppen érzed, valami helyzet van, semmi kötelezettség nincsen. Na, szeretem mindig elmondani a lehetőségeket, mert sok az új ember, és látom a visszajelzésekben, amikor bekerülnek a Patreonhoz, vagy írnak nekem, boh, de jó, hogy hallottam erről, ezért ezt nem szabad tényleg elhallgatni. Na, de akkor nézzük meg már is, hogy milyen e, a piaci helyzet. Tehát, Bitcoin jelenleg 38.500 85 dolláron van. Ez egy két és fél százalékos esés az elmúlt 24 órában. Ethereum 2492 dolláron 3,88 százalékot ment le. Ha megnézzük a nyerteseket, látjuk, hogy Voyager token 31 százalékot fel, aztán itt van Stacks 18 százalékot és Elrond 14 százalékot ment. A vesztesek között pedig az élen a Quant található mínusz 10 kal ott van utána a Decred mínusz 8 és AMP mínusz 7 Szerintem fontos megnézni a Bitcoin dominanciát, ugye az altcoinokkal szemben állítva, és ugye lehet látni, hogy jelen pillanatban a Bitcoin dominancia 47 on van. És látjuk ezt az emelkedő éket, ami simán lehet egy olyan, hogy ez akár lefele is ö, mehet. Tehát természetesen majd meglátjuk, mert ez felfele is. Ugye mindig itt a valószínűség számítások vannak, de nem is az a lényeg, hogy megjósoljuk, hogy, hogy, mi lesz belőle, hiszen arra senki nem képes. Hanem ha erre megy le, akkor mi történhet? Ha arra megy akkor felfelé megy, akkor mi történhet? Szóval amennyiben lefelé megy a bitcoin dominancia, az azt jelenti, hogy nagyobb teret kapnak az altcoinok, és ez elindíthat egy újabb, feltételes módon mondom, csak hogy érdemes figyelni, elindíthat egy újabb altcoin ö, szezont, amikor is ismételten azok fognak ö, emelkedni, mert ők kerülnek, egyre dominánsabbak lesznek ugye a bitcoinnál szemben. Amikor pedig ez fölfele megy, tehát azt jelenti, hogy egyre erősebb a bitcoin, egyre több befektető úgy gondolja hogy már pedig a bitcoinba fog fektetni, akkor lehet, hogy az altcoinos helyzet egy picit várat majd magára, de jön az előbb-utóbb, mert mindig így szokott ez alakulni. Hogyha megnézzük magát a bitcoinnak a csártyát, akkor így itt láttuk ezt a gyönyörű tíznapos emelkedést, ugye tegnapi videóban elmondtam, hogy Ilyet ritkán látunk, hiszen 11 gyertya 2012 és 13 ban rajzolódott ki egyedül két alkalommal, és 9 is legutoljára 2015 novemberében láthatunk. Innentől kezdve tuti volt, hogy ezt a bulit megölik előbb-utóbb, tehát lehetett várni, hogy jönnek majd a piros gyertyák. Már három meg is született, és a mai napon is dolgozunk a következő, majd meglátjuk, hogy ez persze hogy alakul, még nincs itt a napnak a vége. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon fontos szint, a 42 ezres szint, több szempontból is, mint itt láthatjátok. De még átmennék egy kicsit balra, akkor még több okot adnék erre. A lényeg az, hogy ezt kéne mindenképpen átlépni, és itt van a 200 napos mozgó átlag, ez a szép kis kék, vékony vonal, e fölött kéne tartózkodnunk. Én akkor érezném azt, hogy visszatértünk a bikás módba, és már abszolút a bikák kontrollálják a, a helyzetet. Lehetett látni, hogy itt, 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 itt nem kérdés, átvették az irányítást, de hát egy kicsit most megint itt lefújták a burit. Mondom, ez várható volt. A kérdés most az, hogy mennyire fog most lefele menni. Simán benne van szerintem, hogy akár még a 35 ezeret is megnézheti, és lehet, hogy akkor utána újra fölfele megy, De mondom, ez soha nem itt tanácsadás, ezek itt ilyen feltételezések. Én inkább azt mondom, hogy a trendeket érdemes figyelni mindenképpen lehet látni az utóbbi időben egy lefelé menő trenden vagyunk. Most egy kicsit már följebb mentünk, ilyet egy hosszú ide nem láttunk. Nézzétek meg, itt vagyunk június közepén, amikor is ugye ö, megszületett ez a gyertya, és azóta e fölé nem mentünk, csak lejjebb, lejjebb, lejjebb. Most végre ez megtört, de fontos lenne, hogy ez a 42 ezer fölött ne csak épp, hogy fölé nézzünk, hanem tényleg fölfelé is elinduljunk. Ennek kicsit éppen önbeteljes, önbeteljesítő hatása van. Tehát nagyon sokan ezeket figyelik, a 200 napos mozgóátlagot és ezeket a számokat. Amennyiben és ez megtörténik, az egyre több emberben meghozza azt a, az érzést, hogy Hú, hát erről beszél mindenki, akkor itt az ideje, szálljunk be, tegyünk bele. És ő is tesz, ő is tesz, ő is tesz ez meg egyszerűen elkezdi majd fölvinni az árakat. Ahogy elindulnak az árak, megjelennek az újabb jelentkezők, hiszen még megy föl, még megy föl. Szóval, hogyha átszakítjuk ezt a 42, ezt a mi az 45 szintet nagyjából, 44-45 ezer, és fölötte tudunk zárni egyszer-kétszer, azért az nagyon fontos lenne, akkor nagyon könnyen benne lehet, hogy igen, hamar 50 ezer fölött találhatjuk magunkat. De mondom, azért itt ez pár tényezőtől még függ. Na jó, és akkor jöjjön az első hír, az első hír pedig nem más, mint Kínáról szól. Kínának ugye volt az újabb támadása, úgy tetszik a bitcoin ellen, szépen le is vitte itt az árat, meg a haserátát, de úgy néz ki, hogy nem jött össze, amit szerettek volna. Bitcoin 2009-ben indult útjára, 2009. januárjában, és azóta töretlenül megy felfele. A töretlen persze úgy értem nyilván voltak gödrök benne, de ha összekötöd a vonalat 2009 és a mai nap között, akkor egy szép, fölfelé ívelő vonalat látsz. De oly sokszor, ezzel a rövid 12 év alatt meghallgathattuk már, hogy itt a vége, kész, ennyi volt, most befürödtedek, ugyan mondtam. Kínától is már többször meghallgathattuk ezt a dolgot, hogy ilyen szankciókat hozott, olyan intézkedéseket. Más ö, a bankok, ugye régen még 2017-ben ott volt a, a, a JP Morgan, és társai támadták a bitcoint folyamatosan, most már teljesen más a helyzet, de akkor is ott az volt. Most a legutóbbi legkeményebb próbálkozás, ez bizony a kínai támadás volt, viszont úgy néz ki, hogy a bitcoin ezt is visszaverte. És tudjátok, minden egyes támadással, minden egyes ilyen nyeréssel a bitcoin csak egyre erősebb lesz. Egyre jobban bebizonyítja, hogy igenis van létjogosultsága. És gondoljatok bele, hogy találkoztatok ti is, szerintem olyan kommentelőkkel, akik amikor beindult ez a kínai támadás, azt mondták, hogy gyerekek, itt a vége. Itt ugyan mondtam, ugyan mondtam. Aztán ők mindig eltűnnek egy idő után. Őket már többször meghallgatattuk meghallgathattuk, meghallgathattuk. 2013-ban, 17-ben, 19-ben is ugyanakkor volt egy próbálkozás a bitcoinnak. Tehát állandóan jönnek kárőr örvendeni, mint a keseik, hogy ah, ugye mondtam, mondtam, mondtam. Aztán utána egy kicsit elhallgatnak, megvárják, mint megint fölmegy a bitcoin, nem vesznek benne részt, és ugye azt lehet látni, hogy akik régen beszálltak, régen, ez, relatív, ez lehet akár két éve is, egy éve is, öt éve is, beszálltak korábban a bitcoinba, hát nem kérdés, hogy ha fordítva is ültek a moziban a széken, akkor is ugye felfelment az ára azóta. És itt nem történik más, mint ugye sokszor kiül az arcukra az irítség, hogy ah, én ebben nem vettem részt, nincs -e, oda néz, ah, mit csinált már megint vele. És kár örülnek annak, hogyha lemegy, hogy jó van, na végre, na végre, na végre elbukod a pénzed. De hát ugye ez egy elég buta emberi hozzáállása a, a másik kárán örülni, és ismételten úgy néz ki, hogy kezdünk visszaerősödni. Tehát ugye ne felejtsétek el, hogy itt voltak ezek a tiltások, a különböző régiókba betiltották a bányászatot. ez egy nagyon durva dolog volt. Eddig ilyen nem volt, hogy tényleg kimondták, hogy már pedig nem bányászhatnak bitcoint azokban a régiókban. Aztán jött Elon Musk, aki szintén vitte, hogy ja, hogy ekkora az ökológiai lábnyoma, nem mint hogyha nem tudtuk volna előtte, akkor bizony Tesla nem fordul el bitcoint többé elég rövid ideig szólt a dolog. De ugye tudjuk, hogy már arról szól a fáma, hogyha 50% fölött van a zöld energia, amit a bitcoin felhasznál, akkor a Tesla ezt majd visszaállítaná, Elon Musk meg is uh, ígérte ebben a bizonyos uh, B-word nevű uh, beszélgetésben, ami ugye nemrég zajlott hogy utána nézennek és ha tényleg így van, akkor ezt ő vissza fogja abszolút akkor állítani. Akkor ott volt ugye a, a, a bank, ez a People's Bank of China, ő is mindenféle számla bezárásokat és mindenféle mondott azokkal ugye az ügyfelekkel, akik bármiféle kriptóhoz közük lenne. A hash ráta igencsak nagy pofont kapott, 85 millió THP-esre, tehát szekundumra esett le. De úgy néz ki, hogy megvan és három hét alatt már egy 100 millió ö, TH per szekundumra jött vissza. Tehát ö, ez is elkezdett úgy, hogy azért még nem nél rendeződött teljesen a helyzet, még azért a bányászok többsége keresi a helyét, De hát ne felejtsük el, hogy a Bitcoin felhasználó és felhasználó között is működik, tehát ez a peer-to-peer -peer rendszer, nem kell közvetítő személy, és ugye az bebizonyította, hogy annak ellenére, hogy ez így megtörtént, és nem lehetett a különböző váltófelületeket használni, ennek ellenére ugye felhasználó és felhasználó között pedig virágzott a bitcoin utalás, tehát az továbbra is tök jól működött. Aztán, ha megnézzük ezt a cikket, akkor itt rávilágít arra, hogy ugye keresik az új destinációkat, hova lehetne menni ugye a bányászoknak. Az egyik ilyen hely mindenképpen Észak-Amerika, aztán itt van Közép-Ázsia, Latin-Amerika és bizony Európa ö, bizonyos részei. Szóval jelen pillanatban még nem alakult ki hogy tényleg hova fog, mely rész. Hát pontosan mert itt vannak egy ilyen feltételezések. Itt van a, a, a CEO-ja, Nick Hansen, a seattle kriptobányász cég, a Luxornak a CEO-ja azt mondja, hogy ugye a 25%-a azoknak a bányászoknak így lelette kapcsolva ugye Kínában, ők Észak-Amerikába vándorolnak, egy másik 25% ugye Ázsia középső részére, 15% Latin Amerika, 10% pedig ugye itt az Ázsia középső rész alatt Kazasztán, Mongóliát és Oroszországi részét értem, aztán ugye egy 10 pedig akár Európai Unióba is vándorolhat, és ugye a maradék, az pedig lehet, hogy nem csinál semmit, hiszen annyira régiek már a képei elavultak, úgy vannak vele, hogy jó, oké, befejeztük ezt a bulit. A következő 6-12 hónap ez helyre fogja tenni, viszont igazából a kínaiak baramiót jót tettek a bitcoin rendszerével, ugyanis végre nem lesz annyira centralizált, mint amire volt előtte, hiszen lehetett tudni, hogy a nagy része a bitcoin bányáknak ugye egy ország területén, Kína területén található, ha jól emlékszem, annól ami 65% volt a szám. Ennek a mozdulatnak köszönhetően viszont sokkal jobban decentralizált lesz maga a rendszer, és innentől kezdve igazából ez stabilabbá teszi. Tehát igazából megerősítették a bitcoinnak a rendszerét ezzel, ami szerintem egy nagyon klassz hír. A másik meg az, hogy végre egy újabb pont, hogy bebizonyosodott, hogy Hmm, lehet próbálkozni a bitcoinnal, így-úgy adaszúrni, ide szúrni, de még mindig itt van, de még mindig működik. Azért ne felejtsük el, hogy nem olyan sok rendszer van, ami igazából ugye 10 percenként születik egy blokk, tehát 10 percenként ugye egy tranzakció, ha úgy tetszik, végbe megy. És 12 éve, 2009 óta ez a rendszer töretlenül működik. Egyszer sem állt le, egyszer sem ö, tudtak bármi olyat csinálni, hogy, hogy ezt a folyamatot megzavarják. És jelen pillanatban bármit is próbálkoztak jelenleg, tényleg Kína, mint egy olyan, ami ugye nagyhatalmi törekvései vannak, világuralomra szeretne törni, és hozott nagyon drasztikus lépéseket, sem volt hatással. Úgy, hogy Kína uralta a bitcoin bányászoknak a többségét, 65 át és így sem tudott olyat csinálni a rendszerrel, hogy ez nem működött volna tovább. Na, szóval ez szerintem egy nagyon-nagyon jó -nagyon dolog. Én szeretek ilyeneket látni. Kit érdekel, hogy leesett az ár egy kicsit? Az érdekel engem, hogy hosszú távon ez a rendszer egyre megbízhatóbb, egyre erősebb legyen, és bizony, bizonyítson többször, hogy ezt is kiálltam, azt is, azt is, ez csak nekünk tesz jót. Az ár meg úgyis majd fölmegy. Akkor meg nem mindegy, hogy most van ott, vagy, vagy mit tudom, hogy fél év múlva lesz ott, az meg már csak igazából részletkérdés. Oké, következő hír. A következő hír pedig az Ethereumról szól. 12 napig töretlenül vágtatott felfele, ami egy újabb rekord. úgy értem ezt a 12 napot, hogyha megnézzük ezt a gyertyacsártot, akkor lehet látni ezt a 12 zöld gyertyát. Márpedig 12 napon keresztül ez azt jelenti, hogy mindig följebb zárt, mint ahonnan éppen belevágott abba a napba. És hát itt is nyilván lehetett várni, hogy jön a pofon előbb-utóbb, hiszen ez egy újabb rekord, és hát a mai napon kirajzolódott ez a piros gyertya, most éppen így néz ki a helyzet. Azért húztam ide ezt a vonalat, mert ugye itt van ez a ö, dupla aj alakzat, amiből ugye ez szépen ö, arra utal, hogy akkor is szépen ki tud törni. Ide azért ezt behúztam, hogy ha ez alá menne, akkor lehet, lehet, hogy rövid távon elképzelhető. Hogy kicsit medvéssé alakul a helyzet, de de ugye nem lehet tudni, hogy most éppen hogyan alakul a piac. Hiszen ne feledkezzünk el róla, hogy ez a bizonyos londoni hardfork, amit már oly hosszú ideje várunk, már ugye a berlini hardforknál, ami áprilisban volt, de volt harangozó, hogy na majd nyáron, júliusban jön ez, és ez, ez aztán majd deflációs tokenné teszi az Ethereumot, az Ether-t, és ugye ennek a napja holnap van, tehát augusztus 4-én. Egyenlőre nem hallottam olyan hírekről, ami azt mondanák, hogy nem fog ez megvalósulni. Nem tudom, hogy majd, majd ez hogy alakult. Tehát augusztus 4-én egyenlőre úgy néz ki, hogy live lesz a mainneten. És én ne felejtsük el, hogy négy darab ilyen Ethereum Improvement Proposal, tehát hogy az ethereum improvement, tehát ilyen fejlesztési javaslatot tartalmaz, ugye ezek az EIP-k. És például az egyik, a legfőbb az a EIP 1559, ami a tranzakciós díjak egy részét elégetné, és ezáltal valóra válhatna, hogy az Ethereum ugye egy deflációs tokenné válhasson, mert ezt persze meglátjuk a gyakorlatban. És ugye a nagy kérdés az, most például az árat nézve, hogy nem ez, nem ez, nem ez, másik irány, hogy ez a fajta fölmenetel itt, ez nem szólt -e másról, mint hogy beárazta már előre augusztus 4-ét ezt a londoni hardforkot. Tehát megint az történik-e, hogy mindig ugye a hír adja el az egészet, és amikor bekövetkezik az esemény, tehát ergo mondjuk holnap tényleg aktiválják a mailneten ezt a londoni hardforkot, akkor igazából nem történik semmi, sőt még lehet, hogy az ár esik, mert ugye mindenki arra appellált, hogy fú, na majd akkor ott az eseményre. Ezt most még nem lehet látni, hogyha ez tovább megy lefele, akkor benne van az, hogy itt átszagatja ezt a vonat és kicsit lefele jöhet még, de. Ha viszont fölötte tartózkodik és újabb lendületet vesz, és akár ez a bitcoinra is vonatkozik, hogy most egy kicsit visszamegy mondjuk, nem tudom, 37, 8, akkor ahogy most van, vagy akár még 35 is onnan vesz lendületet, és ha indul fölfele, azok abszolút jó jelek, mert mondom, mint a bitcoinnál is, hogyha ezt a 45 ezeres 200 napos mozgó átlagi szintet nagyjából meglépi, és fölötte tartózkodik, pikpak 50 ezernél lehet, feltételes volt, de mondom, abszolút benne van, hiszen láttuk, hogy milyen mozgások vannak a piacon. Nézzétek, mi itt az Ethereum-ot is. Tehát, hogyha ide megyünk, akkor lehet látni, hogy ez a gyertya, ugye 17.500, de hogy is, 1754-ről indult, és akkor itt van, ez volt most itt a, a csúcs 2555-ön. De, de hogy is mi ez, 2600, na mindegy, szóval itt 2600, igen, fölé, 2600 fölé, bocs, rosszat néztem. Szóval a lényeg az, hogy lehet látni, hogy mekkorát tud menni, milyen rövid idő alatt, hát gondoljatok be megint egy lefelé mehet, egy újabb indulás, tehát hogy sok minden lehet, ugye azt beszéltük, hogy Igazából nagy esély van arra, hogy az év második felére és akár év végére magához térhessen a piac, és ugye ez volt ez a bizonyos áprilistól egészen a mostani időszakig, kicsit hasonlóan 2013-hoz, tudom, Sokan mondják, ne hasonlíts már 2013-hoz teljesen más volt a helyzet, de mégis az az egyedül kapaszkodó, igazából csak történelmi adatokból tudunk dolgozni, és különböző csártokból is igen, teljesen más a helyzet, most itt vannak az intézményi befektetők, másképp tekintenek már a kriptóra, de ennek ellenére, ha lemodellezzük, akkor hasonlót, hasonlót, nem teljesen ugyanazt, nincs két forma, de hasonlót lehetett látni, és akkor abszolút benne volt az, hogy a július 7 on második felében indulhasson el picit, aztán nyilván majd toporog valami, de hogy már egy legalább jel legyen arra. Aztán megyünk tovább lefele, hát ezt majd meglátjuk. Nem tudja ezt senki, akárki akármit állít. Itt feltételezések vannak, csak annak megfelelően kell lépni, tehát mindig egy lépéssel a saktáblán. Lép, te is lépsz arra. Lép a piac, te is lépsz arra. Nem előre döntöd el az első tíz lépést, mert nem tudod, hogy merre fog menni a piac. A következő hír pedig a Mastercardról szól, akik ugye tervekkel jöttek elő ö, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy szeretnének részt venni a Mastercarddal a kriptovaluták, a stablecoinok, -ok, ha ezt külön választjuk őket, és a központi bank által kibocsátott digitális valuták világában is. Folyamatosan itt vannak most már a nagy szereplők. Tehát tényleg a Visa Mastercard, tehát hogyha a kreditkártyás részt nézzük, de hát ott van ugye a PayPal, aztán a különböző bankok. Tehát most már tényleg arról van szó, hogy cégek, bankok, országok, intézmények szeretnének részt venni ebben a kriptóbuliban, És ők is értmásért a profitért. És itt van a Mastercard, aki a terveit utalta arra, méghozzá a CEO-ja, hogy tervezik, hogy abszolút segítség az ügyfeleiket a kriptovaluták terén, a stablecoinok terén, és ugyanúgy majd a jövőben a cbdc tehát a központi bank által kibocsátott digitális valuták terén is mind három téren szeretnének egyébként részt venni. Úgy gondolják, hogy előrelépések vannak, és természetesen már hogy ezen a területen, és nem is az a kérdés, hogy, 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 hogy lesz-e, hanem az, hogy milyen formában tudják ezt megvalósítani, hogyan tudják az ügyfeleiket segíteni, mert annyi van, hogy az embereknek van rá igényük, szeretnének ezekbe fektetni, nem mindig akarják ezt árusítani, ugye eladni, túl bonyolult. A mastercard a dolga az, hogyha mondjuk kriptovalutát tartasz, és mondjuk szeretnél vásárolni, akkor hogyan tudod ezt megvalósítani, hogy azzal a kriptovalutával tudjál az adott kereskedőnél vásárolni, annélkül, hogy az túl bonyolult lenne, tehát ezt ő valahogy a rendszere megoldja, és akkor az az adott kereskedő első körben még megkapja a fiat de aztán később lehet, hogy már kriptót is ugye elfogad, hiszen van már erre is több ö, példa. A lényeg az, hogy a Mastercard mindhárom területen szeretne részt venni, és nyilván az összes többi ilyen jellegű ö, cég is fogja őket követni, hiszen mindig elsőnek rossz lenni, mert furcsán néz rá a nép, de ha már megvannak az elsők, csinálják, akkor meg már arról van szó, hogy hogyan nem kéne kimaradni ebbe az egészből. És mindig elmondom, hogy a legfontosabb a kriptónak az lenne, hogy minél jobban mainstream legyen, minél jobban lehessen a hétköznapi embernek is alkalmazni a mindennapokban, és ez fogja igazából meghozni a, ennek a kriptóvilágnak a lendületet. De fontos része ennek a szabályozások, amik mostanság folynak, tehát a következő egy-két év arról szól, hogy a szabályok ugye helyre kerüljenek, mondjuk Satfer mondom 2025-ig, és akkor már egy nyugodtabb rendszer lesz. És nyilván a bitcoin is egyre kevésbé lesz majd ö, volatilis, meg lesz neki, De ez még nem most van. Tehát egy, úgy kell gondolkozni, hogy Gondoljatok bele a, a, az internet fejlődésébe is, a mobiltelefonok fejlődésére. Most nézzétek meg az elektromos autókat, hogy gombaszám szaporodnak, és neki is, neki is, neki is már kigondolt ez. Amikor beindul valami úgy igazán, akkor sokszor rövid távon sokkal több minden elér, sokkal nagyobb magaslatokba tör, mint ahogy az emberek azt egyáltalán el tudták képzelni. És olyan új lehetőségek nyílnak meg, amire nem is gondoltak még előtte de ez mindenképpen ezt a területet ö, tudja ö, erősíteni. Na jó, menjünk akkor rá a kérdésekre és a válaszokra. Ha kérdezni szeretnél itt a YouTube ö, kommenteken keresztül, akkor megteheted, hiszen írsz egy kommentet, kérdéssel, és én azokból természetesen szemezgetek, és hozok ide mindig a következő videóba. Ne felejtsd, hogy mindig az aktuális videó alá írjál a régeket, már nem tudom nézni óriási mennyi, ugye minden nap felkel új videó, rengeteg komment van, de mindig reggel, amikor készítem a friss íreket, akkor bizony rátekintek, és akkor azokból ö, szemezek. Azt mondja, Szabasz Attila, a Patreon csoport nagyon hasznos, sajnos csak egy hónapig lehetem tagja, ott volt egy token, amiről beszéltél, és én bolond már a duplázásnál eladtam, pedig 5x is összejött neki. Annyit szeretnék kérdezni, hogy mi a véleményed a Synthetixről, válaszod előre, és köszönöm. Nos. Örülök, hogy neked is hasznos volt a Patreon csoport. Ha ilyen hasznos volt, nyilván akkor majd később úgy is visszatérsz, de lehet, hogy most itt tényleg itt a nyár van, nyaralások és így tovább. Tehát ez egy teljesen érthető dolog. És hát rengeteg olyan token van, ami nagyon-nagyon szépeket ment. Természetesen mindig el is mondtam, hogy a kis ígéretes tokenek azok, amik a legnagyobbak mennek és a legnagyobbak esetnek is. Viszont most van pár fönt, ami most már átment az esésen, hiszen az egész piac ö, ugye megsínlette és bizony már lehet, hogy érdemes kicsit gondolkozni. Mondom, nézzük meg, hogy milyen irányba megy a bitcoin dominancia. Hogyha a bitcoin dominancia csökkenni fog, az esélyes, de mondom, figyeljük napról napra a piacot, ne hozzunk előre két hétre döntést, hogy majd két hét múlva azt fogom meglépni, mert lehet, hogy másik irányba megyünk. De ha tényleg csökken a bitcoin dominancia, az okozhat egy emelkedést az altoknak, és akkor az a közel 19 altcoin videó van fent, és az egyikbe azt hiszem négy altcoin is elemezve. Tehát azért egy ilyen altcoin elemzés ott a Patreonban az egy 15-18 perces elemzések. Tényleg megtanulhatjátok abból bőven, hogy miket kell megnézni, mi alapján mondjuk azt egy projektre, hogy talán ez megbízható. Nyilván nem fogjuk a kezüket, nem tudjuk pontosan, hogy mit csinálnak napról napra, de amit kommunikálnak, ahogy kommunikálják, kik vannak mögötté, miket figyelünk, az szerintem nagyon-nagyon fontos, hogyha ki szeretnéd választani azokat, amikbe szeretnél befektetni. De hát még sok mindenről van is szó. A Synthetix maga meg úgy gondolom egy nagyon-nagyon jó token, nekem is van Synthetixem. Szerintem ez is majd ö, fog egy kicsit egyébként ö, megtorpant, most nem olyan szépen muzsikál, mint a többi, de én saját magam is, ez nem tanácsadás, én, 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 én ö, úgy gondolom, hogy ez is, ez is egy, 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 egy jó választás, mert nem a kicsik között van, természetesen, tehát nem ez a gigászi nagy ö, menetel van előtte, mint nem tudom, egy-két kicsi előtt, de attól még jó projekt. Szia Attila, engem az érdekelne, hogy szerint az NFT-s játékok, mint az X-Infinity, uh, Uplands, uh, Gods, Unchained, amikben gyűjthető tárgyak vannak Ethereumért, mennyire lesz később, be, később beárazva? Az ilyen játékok tokenjeit hosszú távon is jó befektetések lehetnek, vagy egy szintre majd beáll, és onnan csak kicsit fognak elmozdulni. Azért ez a világ még, még, még nagyon új. Tehát melyik lesz az, amelyik a nagy befutó lesz? Ugye az, az X-Infinity az se két perc alatt robbant be. Tehát ott hosszú-hosszú évek fejlesztése van mögötte, és mostanra ért be annyira a dolog, hogy ugye megindult itt, és a játék miatt, a játékban hozott a változások miatt ment föl a token értéke ugye sokkal jobban. És ugye az elég nagy mennyiségű játék kezd már kijönni, Szerintem mindegyiknek van egy hype -ja. Tehát lassan telítődnek majd azok, és nyilván nem akkor kell az ilyenekbe beszállni, úgy, mint mindig, amikor, tehát a, mint a magába a kriptóba is, ugye beszállsz a piacba, és szeretnél abban az adott bika piacban egy profitot csinálni, akkor nem a csúcsán kell beszállni. Hogyha már ilyen nagyon-nagyon szépet ment, nyilván abszolút benne van az x infinity ben hogy még bőven mehet tovább, de nekem már nem annyira beszállós a mostani helyzet. És mondom, lehet, hogy még attól megy, az én stratégiám az, hogy én mindig leszállóban szállok be token Nagyon kicsi kivétellal, amikor megy felfele, mert amikor már megy felfele, akkor igazából már csak dobálom ki a zsebemből a pénzt, olyan érzetem van, hiszen amikor majd korrigál, akkor ugye, akkor érdemesebb szerintem jobban megvenni. Ez nem tanácsadás, ez csak ahogy én csinálom a dolgokat. Tehát én, amikor mindenki így pánikol, vagy valami, akkor jó gyűjtögetni. Hát emlékszem, amikor nem tudom, mondok példát, kicsik tervék. Például, például a DOT. Amikor tavaly kijött a DOT júliusban, én tudom, hogy 1 dollár 60-on vettem a DOT tokenjeimet. Senki nem foglalkozott még vele. Egy csíként nézegettem két hónapon keresztül, hogy ez nem megy semmit, de hogy ami mögötte volt, amikor kielemeztem, megnéztem, akkor azt mondtam, hogy jó, ebbe én mindenképpen teszek. Úgy gondoltam rá, akkor még ott, mint egy kicsire, tehát, hogy annak megfelelően kezeltem, de ha belegondolsz, amikor csináltam belőle az altcoin videót decemberben, akkor ez még mindig 5 dolláron volt. Ha most megnézed a dottot, aki a Patreonban akkor csatlakozott, és a decemberben még megnézte, az mindig abszolút pluszban van, pedig akkor én már figyeltem, teszteltem egy ide, hogy nekem akkor éppen hogy ö, muzsikál. Tehát mindig az elején kell elkapni ezeket a dolgokat, és higgyétek el, mellettem is egy csomó elszágult. Elő, uh, jó, ez nem van. De már nem aggódom, nincs fomó, mert már, hogyha ott akarok beszélni, hogy abba is, abba is, nem lehetsz mindenben benne. De ha kifogod, okosan megnézed, és kifogod a jókat, nem kapod, hosszú távon vagy itt, akkor hidd el, szerintem nagyon jó muzsikál a dolog. Legalábbis nekem működik. Aztán eh, NFT gyakorlati felhasználására eh, tudnál példákat mondani? Focisképek, képek, Trump, paródiás képek, sok millió való értékesítésén kívül. Nem rosszból kérdezem, csak kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok az NFT-s dolgokat. Így van, tehát ez a felszín, tehát arról szól, hogy a művészet. Na, egy pár példa a teljesség igénye nélkül. Tehát az e-commerce NFT például arról szól, hogy egy adott termékhez, amikor kijön, hozzárendelsz egy NFT-t. Azért tisztázzuk, hogy az NFT nem más, mint egy digitális aláírás, ami a blokkláncon látszik. Pont. Tehát mit tudsz az NFT-vel csinálni? A digitális dolgoknak a tulajdonjogát tudod bizonyítani, amire ezelőtt nem volt lehetőség, hiszen ha neked volt egy fényképet, még nekem volt föltöltöttük a netre, melyik volt előbb? Viszont amelyikünk ezt a képet, amikor elkészítette, rögzítette NFT formájában, utána osztotta meg csak mondjuk veled, akkor ott a bizonyíték úgymond egy ilyen ö, időbélyeggel mindenen el ellátva, hogy bizony tied volt akkor az első. Szóval, az e-commerce NFT az például nem más, mint arról szól, hogyha kijön egy adott termék, mondjuk egy luxus táska, Louis Vuitton táska, is, annak az eredetiségét akarod bizonyítani, amikor megjelenik, egy NFT is megjelenik vele, és igazából az NFT-hez van az hozzárendelve, lehet látni, hogy ki, mikor, hol és hol vette, mennyire vette, tehát az eredetiségét tudod azzal bizonyítani. Aztán Föl lehet ruházni különböző tulajdonság. ugye tegnap a zeneiparról beszéltem, hogy éppen egy együttes kihoz egy NFT-t, és fölruház tulajdonosságot. Tehát az az NFT feljogosítja a tulajdonosát arra, hogy mondjuk az együttesnek a koncertjein a jövőben ingyen részt vehessen. Tehát ugye ad neki egyfajta értéket. Vagy ugyanúgy lehet ezt a különböző sportokban alkalmazni. Tehát nem arról van szó, hogy gyűjtöm a kártyákat, tehát az a focis képek, hanem például arról, hogyha mondjuk egy adult mondjuk futballcsapat kihoz egy NFT sorozatot, akkor akik azzal az NFT-kkel rendelkeznek, azok bizony nem tudom, első körben vásárolhatnak jegyeket a különböző meccsekre, prémium helyeket kaphatnak, találkozhatnak a, a, a kedvenceikkel, a csapattagokkal, és így tovább. Aztán az ingatlan piac. Hogyha azt nézzük meg, hogy ha valaki úgy akar egy ingatlant birtokolni, hogy több részre van osztva, akkor lehet, hogy megvehetsz egy nagyobb ingatlant, ami 30 részre van felosztva, úgy van a tulajdonlás, és ezek NFT formájában vannak megadva, és innentől kezdve, hogyha mondjuk bérbe adod azt az ingatlant, akkor a megfelelő százalékos arányban részesülsz benne. Tehát például erre is van a tulajdoni lapot, nem kell kiváltani, az NFT ott lehet rá, mint bizonyíték, hogy tényleg te vagy annak az adott ingatlannak a tulajdonosa. Ott vannak a metaverzumok, tehát ami különböző digitális világok, ahol te tudsz különböző dolgokat birtokolni, és erre is ott vannak az NFT-k, tehát különböző skineket, vagy karaktereket, vagy bármilyen tárgyat, amit egyébként akár egyik játékból a másikba is ö, át tudsz vinni. Tehát a lényeg az, hogy minden lehet szinte NFT, és a lényeg az, hogy a digitális tulajdonjogot bizonyítod az NFT-vel. Tehát nem arról szól, hogy most csak az egy kép, hanem hogy nagyon sok minden. De higgyétek el, akit ez az NFT világ érdekel, hiszen látjátok, hogy hogyan működik a piac. Én okkal hoztam létre azt a kurzust májusban. Nem azért, mert azt gondoltam, hogy hú, megy le a, a piac, akkor csináljunk egy kurzust, és akkor adjuk el. Dehogy is. A lényeg pont az volt, hogy én mindig akkor vásárolok olyan dolgokat, amikor lent vannak az árak, és azt akartam, hogy nektek is legyen -e ilyen lehetőség, és hogyha jönnek a jó lehetőség az NFT-ben, látjátok, az x Infinity, vagy bármi ilyesmi, aki megértette ezt az NFT világot, hogy miről szól, akkor már ennek megfelelően figyelhette, és ez a kurzus már májusban kim volt, és akár egyébként abban is ö, részt vehetett, mert már másképp gondolt ezekre az NFT-kre, nem csak egy, 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 képként. Tehát ráadásul valamikor 39 ezer forint a kúzus. tehát nem is egy, 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 drága dologról van szó, mert nekem fontos, hogy ugye ö, minél többen megengedhessék ezt ö, maguknak. De hát, hogyha azt nézed, hogy, 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 hogy mennyit ment föl egy-egy NFT token, mert megláttad, hogy mi van az NFT-ben lehetőség, akkor nyilván ennek már többszörösét ö, akár most ebben a ö, szezonban, ö, ebben a pár hónapban visszaoszlott. Tehát a, a múlt hét előtti ö, token, NFT ö, token, ö, ami altcoin videó, föltettem a Patreonba, az is, amit, amikor föltettem, onnantól kezdve durván 50%-ot ment föl. Mennyi? nagyjából egy hét alatt, és akkor utána nyilván természetesen korrigált. Tehát, hogy csomó lehetőség van ezben, csak nyilván ott kell lenni, tudni kell a dolgokat, és nem utólag nézni, hogy ú, uh, megy fel az X Infinity, akkor, akkor most vegyünk. Nem, előtte, de ehhez viszont az első, hogy képez magad, tud, hogy miket figyelj, és akkor ott lesznek a jó lehetőségek. Én legalábbis így csinálom, nekem ez bevált, én csak segíteni szeretnék nektek ezekben a dolgokban, de mindenki természetesen úgy sem ezek soha nem tanácsok, az én részemről csak ötletek ahogy egyébként szeretne. Na, holnap pedig jövök vissza a legfisebb kriptoldal és blokklánc hírekkel. Mindenkinek szép napot! Sziasztok!